Márki-Zay Péter megállíthatatlan, már ha beszédről van szó. Mióta kormányfő jelölt lett, vagyis az elmúlt hónapokban szó szerint nem fogta be a száját. Igaz, ez korábban sem volt rá jellemző. Összeszedtük a kedvenc idézeteinket. Kezdjük azzal, mit gondol a baloldali listavezető a rezsicsökkentésről, a minimálbérről és az egészségügyről. Én meg vagyok győződve róla, hogy ezen az állapoton, ami ma van, ezen csak egy drasztikus magánosítás segíthet. Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. A rezsicsökkentésnek azt a formáját, amit Orbán Viktor kitalált, azt nem szeretnék fenntartani. Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. A rezsicsökkentés az egyik ilyen népbutítás. Azt is megtudhattuk, hogy a magát jobboldalinak nevező politikus olykor roppant liberális is tud lenni, nézzék csak! Én gazdasági kérdésekben roppant liberális vagyok, én nem feltétlenül tartom szükségesnek a minimálbért se. De Márki-Zay nem kiméli az időseket sem. Amikor a legnagyobb munkanélküliség felégetett a Covid első hullámában, nem a munkavállalóknak tettek valamit, hanem bejelentették, hogy a 13. havi nyugdíjat építik vissza. Amikor a munkahelyek elvesznek, akkor a nyugdíjasoknak adok plusz juttatást. Tőle lett volna több szavazója a Fidesznek most, mint volt 2018-ban. A Covid miatt is megtizedelt időskorú magyar lakosság nagyobb része szavazott a Fideszre, de a fiatalok, akik minden eddiginél nagyobb számban jelentkeztek és csatlakoztak az előválasztás során már az ellenzékhez, ők nagyon messze nagy többségben kormánykritikusak. És megvan a véleménye a fideszes szavazókról is. Ez olyan, mint a migráció. Ezzel meg lehet nyerni egy választást addig, amíg az embereket sötétben tartjuk, és tárgyával letetjük, ahogy mondják Amerikában, hogy úgy tartanak, mint a bombát. Sötétbe tartnak és tárgyába táplálnak. Addig, amíg a választókat úgy tartjuk, mint a bombát, addig a rezsicsökkentéssel, a migrációval és a többivel lehet választást nyerni. Kiderült az is, számon tartja a fideszes zsidókat, és keményen odaszólt egy halott izraeli tanácsadónak is. A Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés, de nagyon nagyra értékelem azokat, akik egy ilyen Bájer Zsolt pártjában hogy meg úgy fölvállalják azt, hogy ők zsidó származásúak. Abban sem könnyű eligazodni, mit gondol Márki-Zay a saját szövetségeseiről, Gyurcsányról minden esetre csupa jót. Az összedi beszéd, ami egy őszinte szembenézés azokkal a problémákkal, amivel akkor küzdött a párt, és éppen azt mutatja, hogy áldozatokat kell hozni, amire nyilvánvalóan nem volt mindenki örömmel hajlandó ebben a pártban, és ezért volt szükség erre a nagyon határozott és kendőzetlenül őszinte beszédre. Kivételes alkalom ez a mai. Ellenzéket is váltottunk. Leváltottuk a szocialista párton belül azokat, akik nem akartak változást, akik féltek az elszámoltatástól. Az ellenség keze betette a lábát a főhadiszállásunkra is. A Jobbikba kellene zsidók és cigányok is, de radikálisnak kell lenni, mert igenis a tisztességes becsületes magyarságért ki kell állni valakinek, igenis kell egy magyar gárda, amiben ott vannak a zsidók, a cigányok és a baloldaliak is. Komoly viart kavartak a gyermekneveléssel kapcsolatos, még korábban ismertetett nézetei is. Az mindig nagyon fontos volt, hogy a gyerekek szót fogadjanak. És ilyen szempontból például én az esti fegyítésnek is szükségét érzem. És végül, de nem utolsó sorban, lássuk, mit gondol Márki-Zay Péter önmagáról, mint a kormányváltás megtestesült letéteményeséről. Tehát olyan emberek vannak, akik tényleg mindent ellopnak. Ez egy ilyen majdnem vallásos élmény. Mert én katolikusként ugye sokat olvassuk, meg halljuk a Bibliát, és akkor látjuk azt, hogy az apostolok mindent eldobtak, és követték a mestert, és most azt látom, hogy én is hajlamos voltam mindent eldobni, de vannak ilyen emberek, akik minden félretesznek, és azt mondják, megyünk előre, csatlakozok hozzátok. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon. Köszönjük!